Köszöntöm Önöket! A hét eseményeinek összefoglalóját, a körképet látják. Fontosabb híreink először röviden. Fagypont. Az utcán hideg van, a Twist Olivér alapítványnál telt ház. Elkél a segítség. Baglyok. Éjszakai könyvtári kalandokkal és versekkel készül Újpest a Magyar Kultúra napjára. Ajándék. Alaposan meglepték a 101 éves Keleti Ágnest az UTE kistornászai. Az elmúlt napokban Újpesten is mínusz 10 fok alá kúszott éjjelente a hőmérő higanyszála, és a hideg napoknak még messze nincs vége. A fedél nélküliekről gondoskodni igyekvő Twist Olivér alapítvány teltházzal dolgozik a Fóti úton, és nem jut hely mindenkinek. Minden kabát, minden takaró, minden falat segítség. Legutoljára akkor jártunk a Fóti úton, a Twist Olivér alapítványnál, amikor az Észak-Pest hajléktalanjairól gondoskodó 1991-ben életre hívott szervezet a 30. születésnapját ünnepelte. Akkor ez az alkalom, most a kőkemény hideg hozott ide bennünket, hiszen az időjárás ezekben a napokban Újpesten is bőven a mínuszokat karcolja, és a hideg napoknak még messze nincs vége. A több mint 40 embernek ágyat, fél száz fedél nélkülinek pedig napközben meleget adó intézmény már hosszú ideje tele van. Nagyon sokan már nem is férnek be. Ahogy az intézmény vezetője mondja, várólista van. Az átmeneti szállónkon folyamatos teltházzal működünk, tehát oda felvételi beszélgetésre tudnak jönni hozzánk az urak. Ez minden héten hétfőn van erre lehetőségük, de ott várólista van jelenleg is, tehát sokan várakoznak arra, hogy be tudjanak költözni hozzánk. A nappali melegedőnk az minden hétköznap 9 és 3 óra között fogadja az utcáról betérő rászorulókat. Itt melegételt, teát, illetve egy kis péksüteményt tudunk nekik adni. Az utcai szolgálatunk pedig reggel 8-tól este 10-ig folyamatosan kint járja a terepet, és akik kevésbé hajlandóak bejönni intézménybe, őket folyamatosan látogatják, és meleg takaróval, meleg teával látják el őket. A meleg ruhákból, takaróból pedig sajnos nem lehet elég. Erőforrásban azt gondolom, hogy jól állunk, szerencsére az újpesti lakosságnak köszönhetően rengeteg adományt kapunk, de azt gondolom, hogy ebből soha nem elég, tehát ebből, hogyha folyamatos az utánpótlás, azt mindig nagyon megköszönjük. A meleg férfi ruhák, sapka, sál, kesztyű, ilyesmi, meleg zokni, ezek mindig nagy segítség számunkra. De segíthetünk másképp is azoknak, akiket az utcán ér a hideg. Természetesen pénzadományjal, ételadományokat is fogadunk, hogyha akkor a mennyiségben érkezik, amit ki tudunk osztani az ügyfelek számára, de bárkinek bármilyen ötlete van, igazából szívesen fogadjuk előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetés után. Aznap, amikor ez az anyag készült, mínusz 10 foknál is hidegebb volt az éjszaka Újpesten, másnapra pedig még hidegebbet jósoltak. A szakemberek azt kérik, ha valaki veszélyben lévő otthontalan embert lát, hívja a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatát az 1-338-41-86-os telefonszámon. A Humántárca anyagunk elkészülte után január 13-án jelentette be, hogy az ország egyes részein elrendelték a vörös kódot, mert a soron következő hétvégén sok helyen nagyon hideg lesz az országban. Az intézkedés kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Ám ennél sokkal többre lenne szükség, mert a szociális hálón hatalmasak a lyukak, mondta el az Újpest Televíziónak a Magyar Szociális Fórum vezetője. Október eleje és január 8-a között 82-en fagytak meg hazánkban. A halálesetek száma erősen növekvő tendenciát mutat az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Az áldozatok számának emelkedése nem annak tulajdonítható, hogy a mostani tél hidegebb volna az előzőnél, hanem annak, hogy a szétzillálódott szociális háló nem védi meg az embereket. A rendkívüli kihűléses halálesetek többsége fűtetlen lakásokban következik be. Elsősorban idős, beteg, magányos embereket ragad magával a fagyhalál. A helyrehozhatatlan akár 5-10 fokos hőmérsékleten is bekövetkezhet, hiszen egy legyengült szervezetnek elég néhány óra is ahhoz, hogy felmondja a szolgálatot. A kihűlést fűtéssel lehet megelőzni, de egy öreg nem tudja felaprítani a fát, ha egyáltalán van neki. Segítségre szorul fizikailag és anyagilag egyaránt, és a segítség hiányzik. Az újpesti piac kereskedői és a vásárlók is örülnek a lehetőségnek, amely májusig megengedi, hogy szép kártyával élelmiszert is vásárolhassunk. A csarnok néhány üzletében már eddig is lehetett így fizetni. A kör most februártól tovább bővül.
Februártól az eddiginél több helyen vásárolhatunk élelmiszert szépkártyával is az újpesti piacon. Erre az a kormány döntés ad lehetőséget, amely május végéig megengedi ezt. Ráadásul a kártya minden zsebében nyúlhatunk, hiszen azokat a járványhelyzet már korábban átjárhatóvá tette. Legtöbb mennyiségben a szépkártya elfogadó helyek a hús-hentes felvágottas üzleteknél találhatók. Ez általában a OTP és a KNTH kártyákra vonatkoznak. Van a hely, ahol minden elfogadott, ki vannak írva az üzleteknek az eladó pultokra, ki vannak írva az szépkártya elfogadó hely, ott kell érdeklődni. Két éttermünk is elfogadja a szépkártyát, illetve len van teljes bolt is, amelyik a szépkártyát elfogadja. Azt az észrevető ki van írva a boltokra. Ott, ahol már volt mód így fizetni, nagyon jók a tapasztalatok. Mi mindig elfogadtuk, de most aztán mindegyiket, a OTP-t és a KNTH-sat minden három alszámlából lehet fizetni. Máshol is komoly kártyapartik folynak, ráadásul vesztesek nélkül. Bevált gyakorlat, hogy elfogadjuk, és mind a három a vendéglátást, a szálláshelyet, a szabadidőt is elfogadjuk, és ez nagyon jót tesz úgy a vásárlóknak, mint nekünk, mert sokkal több forgalmat tudunk ebben lebonyolítani, mivel máshol itt is el tudják költeni azt a pénzt, amit például csak egy szállással tudnának elkölteni, vagy egy vendéglátással. Hosszú ideje megy ugyanakkor egy másik játszma is, amelyben viszont mindannyian és folyamatosan bukunk. Nem is keveset. Sajnos emelkednek mindenfajta húsár, úgy a baromfi, úgy a sertéshús, marhahús, és ezt a takarmányra és a magas benzinárakra fogják. Takarmányból körülbelül olyan 30-40%-os emelkedés mutatkozott tavalyról képest az idénre, és ez megmutatkozik az árakba is. Az emelkedés pedig gyors és meredek. Éppen most hívtak telefonon, hogy a csirkének is jövő héttől 25 forinttal megy fel az ára, és nem végleges. És ráadásul kevés is a kacsa is, mert ugye volt a madárinfluenza. Hát sajnos igyekszünk, próbálunk több helyről beszerezni árut. Mindezt megérzik persze a piaci kifőzdék és a vendégek is. A szép kártya így itt is jól jöhet. Szerintem óriási lehetőség az összes ember részére, aki nálunk vásárol, nagyon szeretik. Főleg az, hogy mindenféle zsebből ki lehet venni a élelmiszerekre a juttatást, és igazándiból nagyon szeretnek vásárolni a szép kártyára, és hála Istennek nagyon sok ember használja. Az akcióba egyébként a CBA és a Spar már biztosan beszáll, míg a Lidl meg az Aldi még számolgat. Ahogy iménti összeállításunkban hallottuk, kereskedőnek és vásárlónak is komoly fejtörést okoznak az elszabadult árak. Ahogy egyelőre az is, miként és pontosan mihez kell majd igazodni az infláció átmeneti letörésére irányuló február 1-től életbe lépő kormányzati intézkedéshez, az úgynevezett élelmiszer árstophoz. Még ha nem is tudni pontosan mivel, de a vásárlók elégedettek. Orbán Viktor január 12-én a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány 6 termék esetében élelmiszerás stopot rendel el, és ezeket február 1-től legkevesebb 3 hónapig, csak a tavaly október 15-i áron lehet árusítani. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. A listát, amely egyébként azóta kiegészült a csirkefarháttal is, egyelőre országszerte tanácstalanul méregetik a kereskedők. Az újpesti piac húsosai sem nagyon tudják, pontosan mihez is kell február 1-től igazodniuk. Nagy a bizonytalanság, igen, mert fogalmunk nincs, hogy kinek az ára lesz az októberi ár. Egy bevásárlóközpont ára, vagy egy kiskereskedelmi üzletág, nem tudjuk megmondani még. Egy másik hentes cég tulajdonosa szerint külön is kellene tudni, melyik termék mennyibe fog kerülni, de még nincs értelme az új táblákon gondolkodni, mert nagyon kevés a használható információ. Igen, semmiről nem tudunk, semmit nem tudunk. Árakat, hogy lesz, hogy alakulnak, melyik fajta csirke merre szól, mert ugye többféle van, van csontosmell, filé, tanyasi, nem tanyasi, ugye nem tudunk semmit. A vásárlókat kevésbé zavarja a bizonytalanság. Az általunk megkérdezettek körében egyöntetű volt a vélemény. Az árcsökkenés jó dolog, hiszen a nyugdíjasoknál bizony minden forint számít. Sertéshúst
az olajat, a lisztet, mindent. Cukort. Volt úgy ráesett, hogy 3-4 kiló cukrot meg kellett venni, mert ugye jó, most ketten vagyunk a mamával, de a lényeg az, hogy ott vannak a két unokám, a három unokám, a két gyerek, úgyhogy nem úgy működik, hogy csak fogom, aztán ide jövök, és akkor 1500 forintért veszek egy kiló combot. Hát úgyhogy ez a lényeg. Bár nem tudni, hogy pontosan mi lesz, egy dolog biztos. Héttermék olcsóbb lesz a következő hónap első napjától, amelynek sokan örülhetnek. Más kérdés, hogy a kereskedelmi szektorban mekkora káosz fog ez okozni. Az minden esetre biztos, hogy az érintett termékek nem tűnhetnek el a polcokról, azokat kötelezően árulni kell majd. Terült ki már a kormányfő szokásos pénteki rádió interjújából január 14-én. Az élelmiszerárak emelkedése az önkormányzatok dolgát is alaposan megnehezíti, hiszen jóval drágábban készül az ebéd a menzákon, a pluszköltséget pedig nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudják kigazdálkodni. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ezért állami kompenzációt vár a helyhatóságoknak. A Közétkeztetők és Élelmezés Vezetők Országos Szövetsége pedig a normatíva megemelését kéri a szaktárcától. És maradjunk még egy kicsit az újpesti piacon, illetve ballagjunk ki a Csarnok mellé, amely hamarosan benépesedik, hiszen a fenyőárosok helyét szép lassan visszaveszik a Bolha piac standjai. A nyitásra még egy kicsit várni kell, de az asztalokért már lehet jelentkezni. Az érdeklődés pedig nagy, mondja a szakember. A január 18-án kezdjük el a regisztrációt, az keddi nap lesz, kedden délelőtt 9-től 11-ig lesz az kezdő regisztrációs napunk. Ezt követően minden kedden és csütörtökön lesz regisztráció, csütörtökön pedig délután lesz 1 órától 3 óráig a regisztráció. Mindemellett viszont a piac honlapján is van regisztrációs lehetőség, az internet lehetősége adott, hogy ott is lehet jelentkezni. És a piac pedig február 6-ával, 5-ével kezdődik szombat-vasárnap, ha az időjárás megengedi. Majdnem 250 újpesti diák küldte el digitálisan rögzített szavalatát arra a versenyre, amellyel az Újpesti Kulturális Központ a himnusz születését, a Magyar Kultúra Napját január 22-ét köszönti. A zsűri már lelkesen néz, hallgat és értékel. Végeredményt pedig január 21-én hirdet. Benne van azon gyerekeknek a száma, neve, illetve melyik verset mondják, előzősen a felvétel alapján, illetve egy értékelőlap, és gyakorlatilag hát ezt kell majd akkor nekünk itt alaposan megfontolni. Nagyszabású, ám a járványhelyzethez sajnos igazodni kénytelen programmal készül az Újpesti Kulturális Központ a Magyar Kultúra Napjára. A szakemberek azért gyűltek össze itt, az Ifjúsági Ház Színház termében, hogy két csoportban, két helyszínen kiválogassák a legjobbakat azokból a szavalatokból, amelyeket a még októberben kiírt versenyre küldtek be az újpesti diákok, illetve felkészítő tanáraik. Ebben az évben, illetve 2021. novemberében a felhívás, amikor elment, azt határoztuk meg, hogy az alsó tagozatosok Kukorali Endre vagy Varró Dániel, a felső tagozatosok Varró Dániel vagy Babics Mihály, és a középiskolások pedig Babics Mihály egy-egy versével készületnek. És szerencsére a rímeket nem támadja a koronavírus. Örvendetes a szám, mert ugye már említettem, már tavaly is online formában szerveztük meg ezt a versenyt, míg tavaly 240 környékén volt az előzetes jelentkezők száma, idén ez 300 fölé emelkedett, de a ténylegesen beküldöttek száma idén 247 fő. Hogy közülük kit találtak az ítészek a legjobbnak, azt a Magyar Kultúra Napján tudhatjuk meg, sajnos már egy másik kultúrában. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek munkáját értékeljük, ezért hasonlóképpen, mint tavaly, két videó elkészítésével gondolkodunk. Az egyik maga a tényleges eredményhirdetés lesz, ami 2022. január 21-én 6 órától tekinthető meg a Facebook oldalunkon. Ebben számot adunk arról, hogy a különböző kategóriákban kik lettek a győztesek, és természetesen emellett még azért magáról a Kultúra Napjáról sem felekezünk meg, tehát egy komplex kis videófilmmel próbáljuk ezt a napot emlékezetessé tenni. Terveink között szerepel még az, hogy azok a szülők, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekeik láthatók legyenek, nem csak nézhetők, mármint a zsűri által,
számukra, akkor egy ilyen összeállítást készítünk a helyezetteknek egy ilyen összefoglaló videófilmben. Emlékezzünk meg róluk is. Katona Gyöngyi 9. alkalommal szervezi meg ezt a versenyt. Az utolsó kettőn már ő és kollégái is csak a vászorról figyellették a gyerekeket. Lelkesedésük és a felkészítő tanárok lelkesedése azonban nem csappan. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelv szeretete az kötelességünk, hogy ezt ápoljuk, és annak idején ugye Kányádi Sándor is mondta azt, hogy a vers az, amit mondani kell. Én úgy gondolom, hogy ennek a szellemében szervezzük már hosszú évek óta ezt a versenyt, és nagyon szépen köszönöm a tanítóknak és a magyar tanároknak, hogy idén is ennyi gyereket felkészítettek és elküldték a felvett verset a Újpesti Kulturális Központba. Eredményhirdetés tehát január 21-én 6 órakor lesz online, és az előadásokról egy kis film is készül majd, amelyet az Újpest televízióban is megtekinthetnek. Különleges kalandokkal készül a Magyar Kultúra Napjára a Király utcai könyvtár is, ahol akár éjszakázhatnak is a könyvek szerelmesei, ha van védettségi igazolványuk és regisztráltak is. Nem minden programra ilyen nehéz azonban a bejutás. Meglepetés pedig még jócskán akad. Nem csak az ifjúsági ház, de a szomszéd vár, a Király utcai könyvtár is készül a Magyar Kultúra Napjára. Mondhatnánk, hogy már rutinból, hiszen 12. éve szervezik meg ezen a napon a reggeltől éjfélig tartó rendezvényeiket, ám a vírus azért a január 22-i programokba is alaposan belepiszkál. Sajnos a mostani helyzet is elég sok szabályozással köt minket. Délután 3 órától a szokott gyermekeknek, 6 és 13 év közötti gyermekeknek egy marionett bábszínházat szerveztünk, ennek pedig lenne a címe A sárkány és az ördög. Népmese, két fiatalember zenés marionett bábszínházat fog tartani. Körülbelül 3-4 óra hosszát tart az előadás. Ezután 4 órát várunk türelemmel, kiszellőztetve a helységeket, és a másik helységben pedig egy zenei koncert lesz, szintén hagyományainkhoz híven, idén nem jazz, hanem rockshanzonok elsősorban, alternatív zene, Új Zsuzsi és Darvas Kristóf duója fogja ezt a zenét szolgáltatni nekünk. A bejutásért pedig meg kell dolgozni. Csak és kizárólag védettségigazolvánnyal lehet bejönni a 14 órától éjfélig. A résztvevők, tehát a közönség előre kell, hogy regisztráljon. Az fslk0401@fslk.hu honlapon vagy betelefonál hozzánk, vagy bejön személyesen kölcsönözni egyebek, és akkor jelentkezik erre. Ez 25 főt jelent sajnos. 25 főt jelent ugyanígy a koncertre is, amit beengedhetünk. Közte viszont, tehát 2-től éjfélig az újságolvasást, a folyóiratokat, a könyvnézegetést, az internetezést, és kis csoportoknak, tehát 4, max. 6 fő szülővel, gyerekkel társas játékozást, ezt meg tudjuk csinálni. A vendégváró teát, pogácsát a járvány idén nem engedi, de cserébe van más meglepetés erre a szombatra. Ami a jó hír viszont, aki még nem volt tagja a Szabó Ervin könyvtárnak, vagy több mint 3 éve nem járt itt, egy fél éves ingyenes beiratkozást tudunk adni. És azoknak, akik megtisztelnek minket, hogy annak ellenére, hogy ilyen járványhelyzet van, mégis velünk ünneplik a Magyar Kultúra Napját, és januárban lejár a jegyük, azoknak egy negyedéves ingyenes hosszabbítást tudunk nyújtani. A könyvtár pedig szorgalmasan dolgozik tovább, nem is akármin, hiszen várépítésbe fog. Folytatjuk tovább, amit elkezdtünk a tavalyi, illetve a tavaly előtti évben. A kész kamaszszoba mellett elkezdtük ugye a gyermekkönyvtár átalakítását, és egyre jobban körvonalzódik az Újpesti Gyerekkönyvvár projektünk. Magát az egész gyerekkönyvtárat egy szép várrá szeretnénk átalakítani, már megvan a belépőhelysége, a kis híd, amin át lehet jönni, megvan az elzáró műanyagfüggöny, ami hangfogó, erre egy terveink szerint egy kis várkaput fog festőményként rákerülni. A színes polcaink kész vannak, és fölkerül egy óratorony, egy kis bástya, illetve a polcok tetejére egy várcsipkeszerű dolog. Tehát megpróbálunk egy hangulatos, otthonos teret a gyermekeknek tervezni. Hamarosan felépült tehát Újpest új vára, stílszerűen a Király utcában.
Addig pedig mindenkit vár az éjszaka a könyvtárban január 22-én. És ne feledjék, a kulturális kalandokhoz védettségigazolvány és regisztráció kell. Január 17-én hétfőtől a Megyeri úti Lidlnél is fel lehet majd szállni a 30-as, a 122-es és a 230-as autóbuszra. Az új megálló neve Szilaspataksor, tájékoztatta szerkesztőségünket a BKK. Az új megállóhelyekkel a Megyeri térségben könnyebben elérhető a közösségi közlekedés. Az ott lakók kevesebb gyaloglással juthatnak el a térségben közlekedő autóbuszokhoz, írta a közlekedési társaság. Lelkesen veti bele magát a 2022-es évbe az újpesti német nemzetiségi önkormányzat. Igaz, a programok sorát egy komor évforduló nyitja. A naptár azonban zsúfolt, és azt ígérik, idén sem hiányoznak majd a kerület kulturális rendezvényeiről. Szomorú évfordulóra készül az újpesti német nemzetiségi önkormányzat. 1946. január 19-én hagyta el ugyanis Magyarországot az első vonat, amely az elüldözött német nemzetiségű lakosokat szállította Németországba. És ez a nap 2012 óta a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja. Iskolákkal vannak kapcsolatunk, ahol van német nemzetiségi oktatás, illetve német nemzetiségi osztályok, csoportok, így az újpesti Bródy Imre gimnázium, a halasi német tagozatos általános iskola, és ezen az ünnepnapon úgy veszünk részt, hogy képviseltetjük a német önkormányzatot, de gyakorlatilag a kollégák állítják össze a műsort, és a gyerekek szerepelnek benne, hogy ők is tudják, hogy miről szól ez a nap. Ennek a tragédiának is emléket állít az a tanösvény, amelyet nemrégiben avattak a Nyár utcában, és amelynek felállításához egy oroszországi emlékút tapasztalata is hozzájárult. Hazajöttünk, ugyanis én arra gondoltam, hogy miért ne lehetne ezt megeleveníteni, mert meg is jelenik az ötödik táblán ez a történelmi esemény gyakorlatilag, és úgy gondoltam, hogy miért ne lehetne az újpestiek megmutatni, hogy gyakorlatilag itt is vissza lehet vezetni a német származást, hiszen az első polgármester Mildenberger Márton szintén német származású volt, és gyakorlatilag onnan indult tovább, azt megindult az iparosodása, nagyon-nagyon sok német származású ember vett részt, és igenis segített azt, hogy Újpest várossá alakulhasson, és akkor nem beszélek még a kultúráról, az iskoláról, ugye nem kell tovább mennem, csak a Könyves Kálmán gimnázium, akinek az első igazgatója Klima Lajos, Mildenberger Márton dédunokája volt. Úgyhogy a szálak szaladnak tovább. A tavalyi, a vírus miatt igencsak felemás esztendőben is igencsak aktív, az újpesti kulturális rendezvények állandó szereplőjeként megjelenő újpesti német önkormányzat komoly tervekkel vág neki az idei évnek is. A naptár már most tele, a vezető sorolni is alig győzi a programokat, tanulmányutakat, és ami a legfontosabb, ott lesznek a kerületi rendezvényeken is. Augusztusban ismét készülünk a városnapokra, szeptemberben szüreti rendezvényünk lesz, és akkor mindjárt vagyunk októberben, ahol az iskolákkal tartjuk a kapcsolatot, szüreti napot, illetve sportrendezvényt tervezünk a gyerekekkel, nemzetiségi napot az óvodások bevonásával, hiszen a kerületi lakózóvodában van két nemzetiségi csoport, ahol a gyerekek és a szülők nagyon lelkesen támogatják a mi munkát, és szívesen jönnek el a rendezvényeinkre. Hát november itt van a Márton nap, amit már tavaly is sikerült megtartani. Tartanunk kerületi rendezvény, ahol tényleg mindenki ott van, aki számít, hogy így mondjam, és ugye ez is egy Németországból érkező hagyomány nálunk, és nagyon örülök, hogy megvalósult, sőt annak, hogy a kerület felvállalta, hogy ezt, tehát a polgármesteri hivatal felvállalta, hogy kerületi szinten kerül megrendezésre, és decemberben már végig is szaladtunk az éven, akkor van az úgynevezett adventi műsorunk, adventi program, amit német nyelvű misével kötünk egybe, és itt is a kórus fog szerepelni. És Zsuzsa itt egy titkot is elárul. Nekem a nagy tervem ebben az évben, hogy egy német nyelvű kórust szeretnék megalapítani. Már megvan a karvezető, még a tagokat kell majd összetóboroznom, de bízom benne, hogy lesz annyi ember itt Újpesten, aki szívesen énekül németül, még akkor is, ha annyira nem érti a nyelvet, de nagyon segítünk neki, hiszen én magam is énekel a kórusban, tehát tudok segíteni, ha erről szól a történet. Mindehez persze az is kell, hogy a járvány engedjen végre a szorításból, és ez a sok-sok minden tényleg meg is valósulhasson. Az újpesti német nemzetiségi önkormányzaton biztosan nem múlik majd. Ezúttal is előkelő helyet szerzett az olimpiai sportágakat összesítő pontversenyben az UTE, és azt idén is megőrizné. Azt mondják a klubnál, ehhez minden feltétel adott. Mint egy évtizede mindig, az UTE most is az élmezőnyben végzett az olimpiai sportágakat összesítő magyar házi versenyben.
Az újpesti klub, a Honvéd és a Fradi mögött lett harmadik. Ez a Sportszervezetek Országos Szövetségének az éves listája. A szövetség minden évben adott olimpiai versenyszámokban elért világversenyeken szerzett pontok alapján megállapítja, hogy melyek a legeredményesebb magyar klubok. Na most ebben az összevetésben már 10 éve minden évben dobogós az UTE. 2021-ben harmadik helyezést szereztünk, a Honvéd és az FTC mögött lett harmadik az UTE. Ez nagyban köszönhető egyébként például Tótka Sándor Európa-bajnoki, illetve olimpiai eredményeinek, Luczannának és Luzdórának, vagy éppen Péni Istvánnak, Kapás Boglárkának. A munka persze nem áll meg, még akkor sem, ha nyári olimpiát 2022-ben nem rendeznek. Az UTE célja világos. Nem csak országosan, de világszinten is továbbvinni az egyesület hírét, és ehhez minden feltétel adott is. Olyan olimpiai sportágakról beszélünk, amelyekben 2022-ben is rendeznek majd Európa-bajnokságot, világbajnokságot, és szerintem joggal várjuk azt, hogy ismét hozni fogják a jó eredményt ezek a versenyzők, hiszen hát ehhez azért minden körülmény adott, a kormány nagyobb fokú és az önkormányzat kisebb fokú támogatásának köszönhetően a létesítmények olyanok, amelyekben méltó módon lehet felkészülni, azt hiszem a legnagyobb megmérettetésekre is, és hát ráadásul azt is fontos megemlíteni, hogy ugye egyre nagyobb verseny nemzetközi szinten, tehát sokkal nehezebb ma úszásban, kajakkenuban, vagy akár sportlövészetben jó eredményt elérni, mint 10-20-30-40 évvel ezelőtt, és ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a magyar versenyzők, és ezen belül az UTE versenyzői továbbra is állják a sarat, és ott vannak a világ élvonalában a világ legjobbjai között. A sportolók pedig már újra munkába álltak a tokiói olimpiát követő kisebb vagy nagyobb pihenő után. Kapás Bogira idén EB és VB vár, de Péni István is szeretne az élmezőnyben maradni az idei évben. Ismét szerb vezetőedző ült le az újpesti kispadra. A klub január 13-ai közlése szerint Milos Kruscsics elfogadta az egyesület ajánlatát. Így tavasszal már az ő vezetésével fut ki a csapat a pályára. Kruscsics legutóbb a bolgár CSKA a Szófia edzője volt, amellyel ezüstérmet nyert a bajnokságban és a kupában egyaránt. Az Újpest FC-nél egyébként sajnos lesújtó eredmények születtek a koronavírus teszteken, így nem csak a január 13-ától tervezett edzőtábor, de a felkészülési meccsek is elmaradnak. A klubhoz kapcsolódó hír az is, hogy a csatár Junior Tallo elhagyja a megyeri utat és Törökországba szerződik. Új játékos lehetséges érkezéséről egyelőre nincs hír. Szép ajándékkal lepte meg a 101 éves Keleti Ágnest az UTE tornaszakosztálya. A kis tornászpalánták egy gyorsan megálmodott és összerakott koreográfiával kedveskedtek Ági néninek, aki meg is hatódott. Lelkes munka folyik a kicsiknél az UTE Szilágyi úti tornacsarnokában. A lányok azonban nem csak ezt veszik komolyan. Egy kedves születésnapi meglepetéssel is készültek a január 9-én 101. születésnapját ünneplő legendának, Keleti Ágnesnek.
2017 óta minden január azzal kezdődik, hogy Ági nénit köszöntjük, és Ági néni születésnapjára készülünk. És igazából ebben az évben az első edzésen az egyik kislány kérdezte meg azt, hogy és mivel készülünk Ági néninek. És akkor összedugtuk az edzőkkel a fejünket, megbeszéltük a kollégákkal, hogy megkérdezzük az Ági néni programjait szervező kollégát, hogy mi az, ami szerencsés lenne ebben a helyzetben, és akkor találtuk ki azt, hogy ismét egy ilyen mozgásos dallal köszöntjük az Ági nénit. Három napunk volt összesen rá. Megbeszéltem az összes kollégával, illetve a gyerekekkel, hogy pénteken lesz a felvétel, mert Ági néni vasárnap ünnepelte a születésnapját, úgyhogy szerda csütörtökön gyakoroltunk, és a pénteki felvétel az, amit tetszettek látni. A szakosztályvezető maga is ott volt a köszöntésen, amely nagyon meghatotta Ági nénit. Miután én kértem a kollégákat, hogy akkor fogjunk össze, Harangozó Ildikó néni ötlötte ki ezt a koreográfiát, és ő volt az, aki betanította a gyerekeknek. Két kolléganő, a Sanan Vivian és az Óvári Eszter pedig segítkezett a felvételbe, a zenekiválasztásba, illetve hát én meg abba, hogy a gyerekek odafigyelve csinálják, és két nap elég legyen ehhez, de nagyon szépen köszönjük minden kollégának, és azt gondolom, hogy ez az Ági nénnek egy nagyon nagy élmény, mert ezt sokszor végignézheti, és kívánjuk azt, hogy jövőre is köszönthessük, és még nagyon sokáig. Keleti Ágnes 101 évével a földkerekség legidősebb olimpiai bajnoka. 2020-ban Újpest, rá egy évre pedig Budapest díszpolgára lett, és róla nevezték el az UTE Szilágyi úti tornacsarnokát is. A hét eseményeinek összefoglalóját a körképet látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!